Sziasztok, lányok, fiúk, haladunk tovább, ahogy megígértem, ma a megszámolás tételével ismerkedünk meg. Nézzük tehát, hogy miről van szó. Azt mondom, hogy létrehozok megint egy tömböt. Azzal a névvel, hogy tömb. Beleteszek elemeket. 3, 4, 5, 7, 2, 1, 10. És létrehozok megint egy segédváltozót. Az lesz a neve, hogy számláló. Egyenlővé teszem nullával, nulláról indulunk, és ezután írok egy for ciklust, ami már a kisujjatokban van. I egyenlő nulla, addig futunk, amíg i kisebb, mint a tömbnek a mérete, és minden egyes ciklus után növelünk az értékén, mivel csak egyetlen egy dolgot, egyetlen egy sort szeretnénk leprogramozni utána, ezért nincs szükség a törzset jelölő kapcsoló zárójelekre, egyből írhatom ide, hogy mit akarok. Egy ifet fogok meghívni, és mivel az ifem belül is egyetlen egy dolgot szeretnék definiálni, ezért itt sem nyitok kapcsoló zárójeleket, hanem egyszerűen azt mondom, hogy megadom a feltételt, hogy mit keresünk. Ebben a pillanatban mondjuk keresjük azt, hogy melyek azok a számok, amelyek nagyobbak, mint 6. Oké? Tehát azt mondom, hogy ha tömb i-edik eleme, amiben éppen tart a ciklus, ha az nagyobb, mint 6, akkor, nem nyitok ugye kapcsolzárójeleket, mert csak egy sort mondok, növelem a számláló értékét. Ezt nem kell magyaráznom, mert tanultuk, hogy mi az a számláló plusz plusz. És ezek után csak kiíratom. Tehát mi történik itt? Annyi történik itt, hogy végigmegyünk ugye ezen az egész tömbön. Megvizsgálom mindegyik elem esetében azt, hogy nagyobb-e 6-nál. És hogyha nagyobb, mint 6 az adott elem, akkor a számláló értékét növelem. Mit fog ez eredményezni? A 3-nál nem növelem a számláló értékét, a 4-nél sem, az 5-nél sem. A 7-nél igen, az 1, tehát a számláló itt már 1 lesz, az 1-nél nem, és a 10-nél szintén, tehát 2 darab tehát kettő darab olyan elemem van, ami nagyobb, mint 6-nál. Megszámoltam azt, hogy egy tömbben hány elem nagyobb egy másik értéknél, egy adott másik értéknél. Ezt természetesen lehetne úgy is csinálni, hogy azt mondom, hogy vizsgált, és azt mondom, hogy a vizsgált érték egyenlő 6. Így egy picit talán átláthatóbb, de a másik viszont kevesebb kódot vesz igénybe. Tök mindegy, hogy csinálod, hogyha egy állásinterjún kérdezik, vagy kérik, hogy írd le a megszámolás tételét, akkor egyszerűen csak ezt írd le. És csodák csodája, visszajött a 2, mint válasz. Ennyi volt a megszámolás tétele, vagy megszámlálás tétele, vagy megszámolhatóság tétele, vagy a nem megszámlálhatatlanság bizonyítása. Remélem értitek, hogy ez nem egy olyan nagyon szerethető tananyag, viszont hogyha érted, és meg tudod csinálni, és leírod magadnak egy kis papírra, hogy már két dolgot is tudsz, akkor az egy tök hasznos dolog. Mondom, állásinterjún simán feljöhet ez kérdésnek, hogy ismered-e, ha ismered, írd le valamilyen nyelven. Majd, hogy nem ugyanígy lefutna ez Jávában. Azért nem, de vannak itt dolgok, amik máshogy néznének ki, de hogyha velem tartasz majd a Jáva kurzuson, akkor meglátod, hogy nagyon-nagyon hasonló lenne ezt leírni Jávában, vagy akár C#-ban. Úgyhogy ez egy általános dolog. Leírhatod pseudokódban is. Oké, van még időm, elmondom, mi az a pseudokód. A pseudokód egy olyan nyelv, ami nem definiál semmilyen konkrét szintaktikát. Kb. Úgy kell elképzelni, mint amikor azt mondod, szeretnék fagyit. Vagy azt mondod, vorrei un gelato. Olaszul, szeretnék fagyit. Vagy I would like an ice cream. Angolul. De ehelyett azt mondod, hogy rámutatsz a fagyira, majd a szádra, mondjuk kiöltöd a nyelved, rámutatsz, elkezdesz mutogatni. Ezt mindenki megérti, hogy olyat akarsz. Na ez a pseudokód. Tehát, hogy nem konkretizálod le nyelvre, hogy mi az. Ha rákerestek a programozási tételek pseudo kifejezésre, akkor ezer és ezer találat lesz, ez most csak az egyik, ahol láthatod, hogy hogy van megfogalmazva. Látod? Eljárás keresés nagyon-nagyon egyértelműen és átláthatóan van megfogalmazva, hogy hogy fog kinézni az algoritmika maga. És ugye itt mi behelyettesítjük a JavaScript specifikus dolgokat. Nagyjából ennyi, amit tudnotok kell, a következő órán pedig megtanuljuk, hogy mi az az eldöntés tétele. A végén olyanok lesztek, mint a szamurájok. Fel lesztek fegyverezve, de a ti fegyveretek a tudás lesz. Tartsatok tehát velem!